Tábori hangulat, strandolás és rengeteg foglalkozás színesítette idén-nyáron is a Bregyóban táborozó diákok hétköznapjait, csütörtökön pedig már a táborzárót tartották. A turnusok során számos érdekességgel várták a fiatalokat, többek között sportfoglalkozások, előadások, zenés programok, múzeumlátogatás, de közlekedésbiztonsági verseny is akadt a palettán azért, hogy a fiatalok napjait emlékezetessé tegyék. A második héten voltunk a legtöbben, 234 gyermekkel, és az utóbbi hetekben ilyen 150-160-as létszámmal üzemelt a tábor. A gyerekek visszajelzései alapján mindenki nagyon jól érezte magát, pozitívak a visszajelzések, és az előbb mondta az egyik kisgyermek, hogy jövőre több hetet szeretne jönni, mert olyan jól érezte magát. Az önkormányzat számára fontos, hogy a fehérvári iskolások minél több hasznos élményt szerezzenek a nyár folyamán. Éppen ezért minden évben támogatást nyújt a programok megrendezéséhez. Az egyik kiemelt elem minden héten a lövészet, ebben a technikai sportban is összemérhették a gyerekek tudásukat. Ez a sport az, amelyik a gyerekeket nem csak fegyelemre és fegyverbiztonságra tanítja, hanem olyan készségeket is fejleszt, ami az előnyükre válik. A Fejér megyei Technikai és Tömegsport Szövetségnek szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt minden évben megszervezik. Részemről ez mindig támogatásra fog kerülni, és remélem a jövőben is egyre több gyermek ismerheti meg ezt a szép sportot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ehhez tehetséget érezünk, akkor ezt folytathatják akár több lövészegyesületbe is. A tábor során résztvevő lányok és fiúk szép eredményeket értek el, így ajándékkal is gazdagodtak. Emma volt a legügyesebb lánya lövészeti feladatokban, egy bronz és egy aranyérmet is hazavihet. Mint mondja, szeretné folytatni, akár versenyeken is részt venni. Igazából nagyon szerettem a lövészetet is, meg igazából nagyon jól éreztem magam a táborba, és a kedvenc foglalkozásom az a lövészet volt, mert mindig ide jöttem, és az volt az egy baj, hogy csak csütörtökön volt, de nem baj, mert mindig jó eredményem volt, és örültem, és mindig boldogan mentem haza. A tábor tehát pénteken bezárja kapuit, de jövőre újra várja a fehérvári diákokat, akik számos szép élménnyel és hasznos tudással gazdagodhatnak.